szabad kérdezni magyar zene? Tessék? A magyar zene szabad kérdezni magyar igen, zene? Igen, igen, igen. Te vagy hány éves? Én? Igen. Hát én 56-ban születtem, 1956-ban. Akkor vagy hány éves? Hát 45. 45 vagy. Nagyon szép vagy. Igen? Igen, van szürke haj. A japán nő szeretné lenni szürke. Sokan vannak szürkék igen, már. De az műszürke. Műszők, ez igen. Is. Ez is, de ez eredetileg szürke volt. Igen. Hát aztán múlnak az évek, és igen. Akkor az ember változtatja. Nekem picit fúsa, állítottak nekem lista össze, a magyar hír is, ének is, nem volt benne 20 év, csak volt 40-50. Itt lesz mindenki öregen híres? Nem. Nem, nem, ez egy jó kérdés egyébként, de hát, hogy is mondjam, akkoriban, régebben, ugye nagyon népszerű volt a popzene. A popzene. Kevés volt a tévé, volt egy vagy két tévé, egy vagy két rádió. Tehát az emberekhez, amikor eljutott ugye a hírük, akkor a sokkal, hogy mondjam, szóval sokkal nagyobb sztárok tudtak lenni, mint most, amikor sok tévé van, sok rádió van. Sok rádió. Egy kicsit elaprózódik igen. Így a dolog. De most van fiatal híres? Vannak, fel, hogyne, régen sokan. Volt öreg híres. Volt akkor is öreg híres. Hát ugye az a nagy dolog, hogyha valaki még öregen is híres, mert ugye igen. Fiatalon híresnek igen. Lenni, az viszonylag igen. Könnyű. Igen. Csak hogyha valaki megőrzi igen. Ugye a hírességét, akkor azt mondják, hogy ő már egy olyan nagy sztár, mert az fiatalon is híres volt, meg öregen is híres. Igen. Én hallottam, né, neked van színház. Hát igen, 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 szoktam. Szabad beszélni a színház? Igen. Mesélj el mindent. Most már egyébként nem játszom, most per pillanat. Miért nem? Hát sok énekelni való van. Sokat járok. Az nagyon jó. Koncertre, az fellépésre is. Ezért is, nem csak ezért. Biciklását. Nem csak ezért, ezért is nem játszom, igen. Mert... Amikor játszottál, játszottál mi? Például kaktuszvirága. Hát mit jelent? A kaktusz az egy növény, és annak van egy virága. Uh-huh. És ez egy képletes dolog, ugye a kaktusz, ami egy nagyon szúros dolog, az is kivirágozhat. Ez nagyon szép. Ugye gondolat. Szép? Erről szól a darab, egy ilyen nagyon nevetős, uh-huh. Jópofa. Te vágy a kaktusz? A virága. A virág. Te vágy a virága. Igen, a végén ugye én lettem egy virág, de először én is kaktusz voltam. Igen, értem. Én hallottam, ez nagyon érdekel, hogy te szereted a feng shui. Igen. Nagyon érdekes, nagy divat. Hát igen, talán divat is lett. De én nem gondolom feng shui jó. Nem miért? Nem tetszik. Nem tetszik? Nem. Én szerintem nekem azért tetszik, azért tetszett meg, igen. Mert a feng shui azt mondja, hogy jó, ha rend van. Az jó, ha rend van. De és nem. Ebben van? Ez az első pont benne, hogy legyen rend. És ez nekem tetszett. Mondom, akkor megnézem, hogy miről szól, mert... És szól miről a magyar feng shui? Magyar feng shui az arról szól, hogy biztonságos helyre építkezzünk. Például hogy? Például az én házam, most építettem egy házat, az egy hegyoldalban van. Fuzsi. Hegyoldal, hát igen, de nem a tetején, nem a fuzsi. Hanem oldalában van. Na most az olyan, mint egy fotel, azt mondja a feng shui, igazam van? Hát igen. Mert egy fotelba olyan kényelmesen beleül az ember, és védve van. És az tényleg olyan, hogyha megnézem messziről a házunkat, mint hogyha egy jó fotelbe ülne. Előttem a Duna van, ugye az a kígyó, a feng shui. Nem, az a Duna a kígyó. Most képletesen, ugye. Belül is van feng shui? Hát van. Van az egyik sarokban, a nappali sarkában, ott van egy ilyen szikla kert, ahol csobog a víz. Ilyen vízesés van. Kis nem szabad téged a hang? Hát nem mindig használjuk. Tudod nekem, amikor csobog, kell pipi.
Igen. Sokan mondják, akik jönnek. Van dolog. Minden szobák sobogó? Nem, csak nem. A főhelyen van. A főhelyen, a nappali, mondhat. Nappali. A drawing room. Né. Igen. Egy kérdés még, ami tud a japán néző, a jó-jó dal. Nagyon híres az a te dal. Igen? Igen. A jó-jó az játék. Ahogy én az tudom, játék. Az játék. Az vicc. Az vicc, igen. Az vicc. A jó-jó. Igen. Van. Sok gyerek játszik jó-jó magyar gyerek, azért volt a dal? Tulajdonképpen igen, és olyan jó pofa dolog. Tehát végül is nem csak arról szólt a dal, hanem... Miről szólt a dal? Hát végül is arról, hogy a fiúk meg a lányok szeretnek együtt játszani. A jó-jó. Hát is. Jó-jóval is, meg úgy egyébként is. Érted úgy? Úgy is. Úgy? A szex? Hát ez is volt benne, igen. Értem. Én láttam már reggel a tévé, a telebi, magyar telebi volt gyerek program. Tényleg? Igen, nagyon tetszett. Volt benne egy játék, azért kérdeztem a jó-jó. Uh-huh. A játék volt a kézzel. Kézzel? Igen, volt a kézzel. Igen. Volt, tette a kézzel, és fogta meg. Ja, ez a csip-csip csóka. Igen. Aha. Tetszett, de nem értem. Hát ennek sok értelme nincsen. Mutasd még egy pici. Így kell nem játszani. Nem kell a kamera. Inkább. Így kell játszani. De ide is kell egy kéz. Csip, csip, csip. Ez azoknak kell, akik még ilyen kicsik. A csip, csóka. Csóka, vakvarjúcska. Miért vakvarjú? Hát ez csak egy ilyen, hogy mondja, egy gyerekmondóka. De miért vak? Ez jött ki. Hogy a szöveg, a szövegbe. Igen. Akkor síp. Csíp. Sóka. Vak. Vak. Var. Jócska. Nem értem. És utána volt? Komámasszony. Komámasszony kéreti a... Hogy van? Szekeret. Szekeret? Nem adhatom oda. Tyúkok ülnek rajta, ez nagyon fontos. Nagyon fontos? Nagyon fontos akkor momentum. Egy. Miért nem adhatja oda, mert tyúkok ülnek rajta, és akkor azt mondja, hogy hessel tyúkok. De amikor ül a tyúk rajta, miért nem adhatja oda? Hát mert ott ülnek rajta a tyúkok. Az olló és a tyúk? Foglalt. Foglalt, akkor nem lehet odaadni semmit, hogyha rajta ülnek, nem? Akkor utolsó kérdés, erről, hogy te tudsz, daloska, ami van japán gyerek daloska? Hát én csak a szuki, akit tudom. Szabad kérni? Mutatod, vagy probléma? Nem probléma ez. Nem. Érekeljek? Igen. Japán? Köszönöm. Úgy van, hogy... Ue omuite aruko namida ga komorenai yo omoidasu aruki Hitori pochi no yoru. すごいですね。やばい。ありがとうございます。Mondta neked valaki, neked van nagyon jó hang? Hát már mondták. Tudod mit bánok én? Hogy nem látja a japán gyerek ezt a műsort. Amikor te énekelsz, ez mert neked volt igazad. Hogy ez egy vicces műsor. Azért gondolom. Ne hülyeskedj. Köszönöm szépen. Jaj! Hát ez egy alja. És ő? Tényleg nem tud. Köszönöm szépen. Ezt tudja, de ezt nagyon jól tudja. Belekezdtem itt el melegedni a dologba. Na hát. Akkor bemutatom, Stály Judit vagyok. Jézus Mária, ne haragudj, én nem is izé. Meg nem, me, na. Úgy nézed, a leízadtam. Neked egy puszit. És köszönöm.